remek pocsékárukat kaptunk ezúttal is az önök jóvoltából. Az első ez a marmonkanna, tessék nagyon figyelni. Egyszerűen fittyet hány a fizika törvényeinek. A közlekedő edények elve szerint ugye ennek meg kellene telnie. Én nagyon sok embert megkérdeztem, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy ide egy válaszfalat építettek a tervezők a kanna belsejébe. Hát kérem, az autószerelő azt mondta, hogy ez nyilván egy Trabanthoz való üzemanyagos kanna. Tudják, az keverékkel megy, az egyik helyre kell tölteni az olajat, a másikra a benzint, és alkalomattán összerázni. Aztán a sarki kocsmában derék kétkezi alkoholisták azt állították, hogy ez az úgynevezett fröccsös demizson. Ugye egyik részben a szódavíz, másik részben a bor. Egy volt ellenzéki politikus ismerősöm azt mondta, hogy valószínűleg ez egy NDK gyártmányú kanna lehet, ugye ott a bolsevik vezetők nyilván valami KFT-be mentették át magukat, és most nosztalgiából falakat emelnek a marmonkannába. Én azonban rájöttem ám az igazi megoldásra, egyszerűen az adóhivatal rendelte el ezt az új szabványt. Tetszenek látni, ez a rész, amit nem lehet megtölteni, ez pontosan a 25% áfa. Na! A másik ilyen pocsék áru is, hát hogy mondjam, bizonyos politikai asszociációkat kelt. Kérem, ez egy locsoló kanna, amiből itt nagyszerűen kijön a víz, ha belekerül, mert itt felül nem lehet bele. Nem lehet beletölteni. Én először azt hittem, hogy sivatagi kaktuszok öntözéséhez. De aztán rájöttem, hogy vélhetően ezt a kormány találta ki az önkormányzatok számára. Ugye bele nem öntenek semmit, itt viszont locsolni kell sarjadó demokráciánkat. Mert hogyha az helyi szinten nem fordul termőre át, akkor éhen döglenek. Na ezt végül is aztán a központi hatalom belátta, úgyhogy az új önkormányzati törvényben ezekhez a locsolókannákhoz rendszeresítettek egy szöget is, hogy ki lehessen itt szúrni. Ennek a szögnek egyetlen egy baja van, hogy nincsen hegye. Nyugodtan elmondhatjuk tehát, hogy a törvényhozás ezúttal két fején találta a szöget. És hogyha az önkormányzatoknak esetleg ettől fájdalmai támadnának, akkor ajánlom nekik ezt a lidokain injekciót, ez 2%-os lidokain, mindenki láthatja. Csak ha kiveszem, akkor egy pillanat alatt az is kiderül, hogy ezeket az ampullákat a francia forradalom idején gyárthatták. Mert hogy legfeljebb giotinnal lehet lenyakazni őket. Persze, ahogy én korunk közéletét elnézem, nem sokára minden önkormányzatnak lesz giotinja.